Számottevő változások történtek a múlt évben az országon belül a lakáspiac motorját jelentő költözéseket tekintve. Az ingatlan.com legújabb, hivatalos adatokon alapuló elemzése szerint 2021-ben Pest megye volt a legnépszerűbb. Összesen több mint 62 ezeren költöztek oda bármelyik másik megyéből vagy Budapestről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe csak nem 16 ezeren érkeztek, ezzel párhuzamosan pedig több mint 19 ezeren távoztak. A felmérésből ugyanakkor az látszik, hogy sokkal többen költöznek inkább megyén belül, közel korábbi lakóhelyükhöz. Az emberek több mint 60-70%-a az adott megyén, vagy ha Budapestről közül, akkor Budapesten belül keresi az új otthonát. És ha azt nézzük, hogy hányan költöznek településen belülre, mindazok közül, akik lakhelyet változtattak az elmúlt időszakban, akkor is 50% fölötti ez az arány. Ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy viszonylag szűk körben éljük le az életünk nagy részét, és ennek az lehet az oka, hogyha valaki már megkedvelt egy környéket, ahol felnőtt, akkor azt már ismeri, ott azonban magabiztosabban vált lakhelyet, ráadásul a munkahelyek, az iskolák és az adott esetben a főiskolák, egyetemek közelsége vagy vonzere is meghatározó az új lakhelyek kiválasztása során. Ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző, az az, hogy több mint 12 000-en költöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül másik településre, és a legtöbb beköltöző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe Hajdú-Bihar megyéből érkezett, és akik meg elköltöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, legtöbben Budapestre távoztak. Sokan választották még tavaly új lakhelyüknek Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyét. A leghűségesebb terület pedig Győr-Moson-Sopron lett. Itt találtak legtöbben új otthonra a megyén belül. Bár ilyen költözési adatok az idei évre tekintve még nincsenek, az már most látszik, hogy kevesebb adásvétel bonyolódik idén a piacon, ezt követve pedig az árnövekedés is mérséklődött. Az az őrületes drágulás, ami az elmúlt 7 évben jellemezte a hazai ingatlan piacot, úgy tűnik, hogy most megtorpant, legalábbis szeptember óta nem nagyon mozdulnak az eladó ingatlanok árai. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagos négyzetméter ár 511 ezer forintot tett ki, és az legjellemzőbb átlagár pedig 42 millió forint volt. Ebben nyilván nagy szerepet játszik a megyeszékhely Nyíregyháza, ahol a legmagasabbak az árak, de a legnagyobb lakóingatlan kínálta rendelkező települések közül kiemelkedik még Mátészalka 309 ezer forintos négyzetméter ára, Kisvárda 284 ezer forintos négyzetméter ára, és Nyírbátor is 243 ezer forintos négyzetméter ára. A szakértő hozzátette, bár a drágulás megtorpant, a kevesebb tranzakciót az okozza, hogy idén több mint duplájára emelkedtek a lakáshitelkamatok. A megnövekedett rezsiköltségek miatt idén elsősorban a lakásfelújítások vannak fókuszban, amit nagy százalékban állami támogatásból finanszíroznak.